Na, szóval, a, a mai témánk az az, hogy pedig én imádkoztam érte. Úgy látszik, én így most összekötődöm ezzel a pediggel, mert tavaly a pedig mi azt hittük volt a témám, vagy tavaly előtt, nem is tudom. És, és hogyha belegondoltok, kettő dolgot kell tisztázni. Ugye az imádságról van szó, és valami gubancról ezzel kapcsolatban. Tehát, mert ez a pedig én a, ö, imádkoztam érte, azt jelenti, hogy valahol most rossz helyen vagyok. Valami most nem sikerült. Valam, valamivel most kezdeni kéne valamit. Egy, egy olyan helyzettel, amiben máshova lyukadtam ki, mint ahogy terveztem. Tényleg van egy zavarba egy dolog a Bibliában, illetve sok, de ez nagyon az, hogy, hogy olyan nagylelkűen megígéri a Szentírás, hogy kéri, amit akarsz. Tessék, bármit, Jézus nevében kérje, amit akarsz. Na, mint egy jó tündér, nem? Vagy aranyhal. Én gyerekkoromban sokat gondolkodtam, hogy ha az lenne, hogy jönne az aranyhal vagy a jó tündér, akkor mit kérnék, mert hogyha egyet lehet. Ugye akkor vannak a standard gyerekérek a csoki gyár meg ilyenek. De, de én kicseleztem arra gondoltam, hogy akkor én, ha egyet lehetne, az az lenne, hogy minden kívánságom teljesüljön mostantól. És akkor így tudnám prolongálni a hatást. Hát nem jött a jó tündér, nem jött az aranyhal, de valóban zavarba ejtő, hogy ott van a szentírásban, hogy kérj, amit akarsz. És aztán ugye már csak az jut eszünkbe, hogy hát persze, hogy kérni lehet bármit, de ha belegondoltok, ugye Salomon is ilyen helyzetben volt, mikor ifjú király lett, akkor megjelent neki Isten álmában, és azt mondta, kérj, amit akarsz. Ez milyen fantasztikus. Ez óriási. És akkor itt vagyunk most. Kérj, amit akarsz. De hát vannak ilyen dolgok, amiket most akkor is smiley-val értendő. Kérj, amit akarsz, smiley. Vagy, mert akkor oké, okay, de mindnyájan tudjuk, hogy nem így van. Tehát mindnyájan tudjuk, hogy mondjuk, hogyha a vizsgaidőszak jön, akkor sokkal inkább azon fog múlni, hogy hányast kapsz, hogy mennyi időt töltesz el a jegyzeteiddel te kérj, amit akarsz. Tehát nagy lelkű, de közben hozzászokunk ahhoz, hogy, hogy amivel nem tudunk mit kezdeni, azt így elszimbolizáljuk. Az addig magyarázzuk, amíg már nem zavar, hogy nem úgy van. Na de miért? Miért van ez? Vagy akkor miért mondja, hogy kérj, amit akarsz? Akkor nem mondaná. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy egy kicsit belemenjünk ebbe, és, és lássuk, hogy, hogy mi volt az, ami miatt Salamonnak ez az egész nagyon bejött, ahhoz szeretném, hogyha, hogyha, követnétek engem egy kicsit abban, hogy hogy érkezünk el oda, hogy így gondolkodunk. Gyerekkorban ugye, tehát kétféle fiatal van most itt, aki hívő családban nőtt föl, és aki nem. Mind a kettőnek megvan a, az előnye, meg a hátránya. Tehát ugye, én is szoktam mondani, hogy annak ellenére, hogy hívő családban nőttem föl, megtértem. Mert ugye van a hátránya, hogy készen kapok dolgokat. És, és én azt hiszem, már tinédzser koromra, hogy én nagyon tudom a dolgokat. És amikor szembe jön a nagy büdös valóság, és a konzerv válaszok nem működnek, nem a konzerv kérdéseket teszi föl az élet, akkor kiterül, hogy nem tudok semmit. Nem személyes a hitem. Aki nem hívő családban nő föl, annak ez az illúziója nincs, és esetleg teljesen uh, valóságos kérdésekkel szembesülve az életben, egyszer csak valóságos választ talál az evangéliumban. Ez volt a hátránya, de megvan az előnye is a hívő családban fölnövésnek, és a hátránya a másiknak. Na most, ugye mi is hát szívtuk a tesóimmal együtt azt, hogy hogy él egy hívő család. És és hát a, a, az imádság étkezés előtt, akkor imádkoztunk, hogy Urunk Jézus légy vendégünk, árulkodtunk, a Balázsnak nyitva volt a szeme, és akkor anyukám, honnan tudod? Jó, hát jó. És látom az én gyermekeimen is, a fantasztikus, hogy az imádság és az imádság körüli dolgok az ő kis mágikus gyerek világában így gomolyog és tekereg, és összekapcsolódik az Aranyhallal, Jézuska, a Mikulással, a Jó Tündér, az Angyalkákkal, meg a Nyuszikák. Tehát ez a, ez a mágikus világ, amiben a gyerek életben így gomolyog minden, így egyszerre. És hát fantasztikus kérdéseket tudnak föltenni. Ugye a, a Ágoston, nagyfiam, ő neki volt egy olyan imája, olyan négy-öt éves korában, hogy a, a, az úrimátságát mondta, és így sikerült neki, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, különben mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Én azóta ezen annyit röhögtem, hogyha kell mondani, itt mindig nagyon megállok, tehát mindig vigyázok, mert bemondom mikrofonba, az nagyon gáz. Szóval, de ez, de ez nagyon tetszik, a Veronika, amikor felvételizett a nyolcosztályos gimibe, akkor akkor az volt a módszer, nagyon jól felvételizett, és föl is vették, és kérdeztem, hogy ez hogy, hogy sikerült ilyen jól vercsi, és mondja, hogy hát nagyon egyszerű, apa, két módszerem volt. Mondtam a mi atyánkot, és a kezemben ott volt a vancsi cica a bajsza. Tehát ő elvitte a van cicica bajszát magával az egyiket, és ezért fölvették. Ugye miért? Tehát meg mági, a gyerek mágikus világban él. Bocsánat, ezt, ezt letehetem ide? Igen, ja, hangszerre jó. Ja. És és így gumolyok, hogy hogy mi miért van. Szóval, amikor. Ugyanez a Vercsi egyszer azt mondta, hogy húsvétkor, ugye, hogy, hogy mi volt húsvétkor, hogy Jézus meghalt a kejeszten, utána föltámadt és nyuszi lett belőle. Mert valahogy bejön a nyuszi is. na, és akkor ezeken még tudunk röhögni, de, de amikor már így megyünk, fölnövünk, és felnőtt korunkban épp ilyen mágikus módon gondolkodunk, azt nem vesszük észre. Azt nem vesszük észre. Tehát felnőtt korban uh, megmaradnak ezek a dolgok, csak különböző módokon jelennek meg. Ugye most mondok ilyen népszerű istenképeket és a vele való kommunikációs modelleket, tehát ugye van a vészfék, a vészfék istenkép, a vészfék ima, tehát a, hogy mondja a népi bölcsesség, hogy ezen már csak az ima segíthet, ugye? Mikor, mikor már semmi nem működik, te már mindent intéztél, beszéltél anyukáddal, Tibivel, Megpróbáltál mindent, semmi nem, na, ezen már csak akkor az ima segíthet. Bevetted az összes gyógyszert, megnézett az orvos, most már ezen csak az ima segíthet. De még jobb az, amikor ugye azt mondják, hogy ezt már csak a szent lélek tartja, nem? Már, már így a beton be van zsaluzva, de így lejött a zsalú, Tudod? És nincs benne vas. Na ezt, ha nem dől le, na az csak a szent lélek tartja. Mert, mert nálunk úgy van, hogy a, a vas meg a zsalú meg minden előrébb van, mint a szent lélek. Tehát az, az akkor jön szóba, ez, ez a vészfék, vészfék, ima, amikor már minden saját elképzelésünk kudba esett. Ugye ezzel szorosan összefügg a, ez a segélyhívó, ez a jaj Istenem", ugye ha baj van. Hogy mondják, hogy a zuhanó repülőn nincsenek ateisták, mert, mert akkor legkésőbb, tehát ha nagy baj van, akkor jaj Istenem, akkor, akkor jaj Istenem. Akkor van az aranyhalisten, hogyha valami kéne, akkor jut eszembe. És akkor a jó Istenke megsegít. És akkor majd, majd akkor ő, majd hát ő jó indulatú velem. Aztán van ez a borravaló hozzáállás is, hogy valami nagyon jóért, és akkor úgy kiömlik a, a hála a szívedből és aztán úgy, úgy el is ájulsz magadtól, hogy milyen jó fej vagy, hogy kiömlött a hála a szívedből. És itt Isten igazából egy udvarias pincér, és te borra adsz neki, mert meg vagy elégedve a kiszolgálással, ő pedig nagyon boldog, hogy te ilyen, ilyen nagy lelkű vagy. És akkor ezeknek vannak ilyen kombinációi, segélyhívó plusz való. ugye, hogyha te megsegítesz, akkor én. De ezek, ezek nagyon mélyen bennünk vannak. Tehát ezek... Ezeken már nem röhögünk annyira, mert ezek, 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 ott vannak. Ugye, és akkor a két törött sodródik egy ilyen deszkán, és sehol semmi, és az egyik mondja, hogy jaj, Istenem, hogyha, hogyha, hogyha mégis hogy földet érünk, és mégis kijutunk, akkor, akkor én ígérem, hogy elmegyek, és misszióba megyek, és neked adom az egész életemet, minden javaimat neked áldozom, és semmi más célom nem lesz az életben, mire a másik, hagyd már abba a föld, ott a föld, nézd meg, ott van, már, ugye ne vagy túl igérd, most már nem kell, nem kell túltolni, de figyeljetek, jönnek a bizonyságtételek. Kedvenceim a bizonyságtételek. A bizonyságtételek tulajdonképpen arról szólnak, hogy valaki kiáll és elmondja, hogy sikerült valami. A bizonyságtétel az legtöbbször egy mágikus aktus. Illetve a mágikus aktusról való beszámolás, amikor Isten úgy azt tette, amit én mondtam neki. Ugye erről számolunk be. Megszerveztük az ifjúsági konferenciát, és abban az időpontban a meteorológia mutatta, hogy milyen rossz idő lesz, és esni fog az eső, és vihar lesz. De képzeljétek, testvérek, ott fölöttünk, azon a körön kisütött a nap, és csodálatos jó idő volt. Közben az egész ország gatyáigázott, de nálunk jó idő volt. Ez, ez, a, ez egy jó bizonyságtéte. Amen, halleluja, szeret az Úr! Na jó, csak ez arról szól, hogy én valamit mondtam Istennek, hogy legyen úgy, például, hogy ne essen az eső. És Isten úgy, úgy csinálta, úgy intézte. És ezt én elmondom nektek. Mert ugye hogy nézne már ki az, hogy kedves testvérek, nagyon köszönjük az imákat. És, és imádkoztunk, mert a meteorológia mondta, hogy hát esni fog. És úgy gatyáigáztunk, mint az állat. Tehát ezt miért mondanánk el? Hát ebben hol a bizonyság? A bizonyság arról szól, hogy úgy lett. nem arról, hogy nem úgy lett. Akkor hallgatunk. Valamelyik vasárnap szolgáltam egy, egy gyülekezetben, és előtte egy kedves hölgy egy nagyon kedves bizonyságot tett arról, hogy elment vizsgázni, egyébként motorral, motorral, és, és így elmondta, nevetve, hogy milyen bénácska volt, hogy így egy egymás után volt a kressz meg a forgalom. És már rögtön a, a Kressz vizsgán borogatta föl a bójákat, már hogy hívják a rutinon, ugye? A rutinán össze-vissza borultak a bóják, de mégis kimentek a forgalomba. Na most már itt össze voltam zavarodva, hogy minek szurkoljak. Tehát ez a bizonyságtéte, most melyik a jó verzió? Tehát most Isten mikor hallgat meg? Mert hogyha, mert most... És akkor utána, hogy a piroson sikerült átmenni, illetve, hogy oda szóltak a fülére, hogy ne menjen tovább, mert piros, aztán sikerült megállni, ahol nem is volt lámpa, és így tovább. És gondolkodtam, hogy most mi lesz a vége. Az lett a vége, hogy átment. De nem tudtam úgy nagy, nagy áment meg mondani, mert majd utána megyünk el, és ott már nem bója lesz az utcán, ugye? Hanem ott már emberek. De zavarba ejtő, most megszervezzük az ifi konferenciát, és nagyon imádkozunk, hogy legyen szárasság. De veled egy időben egy gazdálkodó ember nagyon imádkozik, mert már teljesen kiszáradt a föld, és kéne az eső. Ugye ez is nagyon bibliai. Szegény Istent teljesen összezavarjuk. Nem tudja, hogy ezt most hogy oldja meg, mert azt nem lehet, hogy a szomszédig esik onnan, meg nem. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy azt szoktuk bizonyságtételnek nevezni, amikor úgy történik a dolog. És mikor nem úgy történik, hát az nem bizonyság. Hát olyan is van, de hát arról nem beszélünk. Ugye erre utal egyébként a címünk, hogy pedig én imádkoztam érte, és sajnálatos módon nem történt meg. Valahol hiba van a rendszerben. Na nézzük ezt, amikor úgymond hiba van a rendszerben. Amikor nem úgy történnek a dolgok. Voltunk -e egy utcai evangelizáción, egyszer a tesóimmal énekelni, meghívtak minket, hogy énekeljünk. És hát ez volt a helyzet, ez Nyugat-Magyarországon volt, elég nagy rendezvény volt, komoly főtéri színpad, meg minden. És hát nagyon lógott az eső lába. Nem esett, de nagyon lógott az eső lába. És miközben mi ott írtuk a kis műsorunkat, meg készülgettünk, meg a mikrofonokat próbáltuk. Halljuk, hogy ott imádkoznak kis csoportokban, derék testvérek, és ilyenek hangzottak el, hogy órunk, köszönjük, hogy te meghallgatsz minket, és nem fog esni az eső. És már így kopogott a sátor tetején, így az eső. Így. így mondom, na most mi lesz? Akkor a másik mondja, hát ők is hallották, hogy uram, köszönöm, hogy, hogy a hit az nem a látható és hallható dolgokra néz. Köszönöm, hogy nem esik az eső mondom itt van valami igazság mag, de én hallom is, meg látom is, hogy esik az eső. És akkor na de akkor már annyira kiáradt a hit, hogy azt mondta, azt mondta az egyik testvérem, hogy, hogy már nem úgy, hanem úgy, hogy Uram, köszönöm, hogy neked hatalmad van ahhoz is, hogy fölfelé essen az eső. Ez ugye ez egy ilyen kompromisszumos megoldás lett volna, hogy essen, csak Ugye ne is oldalra, azt már Woody Ellen megmondta, hogy Isten nem vállal ablakmosást, tehát az mindig így esik, így nem. Na de hogy mi lenne, ha így esne? De hát nem úgy esett. És jött a pedig én, pedig én imádkoztam érte. A vége az lett, hogy megsértődtek a testvérek, és azt mondták, hogy uram, nem ebben egyeztünk meg. Na most, ez pont az a helyzet, amiről most szó van. Annyira érződik benne, hogy, hogy nagyon szeretnénk valamit, kérjük érte az Urat, és, és aztán iszonyatosan nem az történik. És ott vagyunk, hogy de miért nem? Miért nem úgy történik. A dolgot nehezíti a bizonyságtétel, mert a bizonyságtétel a bizonyságtételek 100%-a az események 50%-áról szól. Ugye? Tehát a, a, mindig arról szól, amikor bejött, hogy nem esett, de arról meg nem, amikor esett. És ezért nem kapunk valós képet, azt hiszük, hogy a jó hit az, hogy te kérsz valamit, és Isten azt pont úgy csinálja. És ekkor jön, vagy ezért mondom, hogy ez egy, ez egy mágikus gondolkodásmód. Az egyik kedvenc történetem, azt el szoktam mesélni, amikor az idős néni. Uh, Meséli, hogy a háborúban bent voltunk az a óvóhelyen, és, és imádkoztunk, mert jöttek a bombázók, és hallottuk, hogy fütyülnek a bombák, és Isten könyörült rajtunk, és meghallgatott minket, és az összes bomba az utca másik oldalán esett a házakra. Itt, itt jön a mágikus gondolkodás, és ott szerintetek nem imádkoztak, de. De, mert ez rosszabb, mint a zuhanó repülő. És valahova leesett a bomba. Ugyanis, ugyanis az imádság nem az, hogy te befolyásolod Istent. Az imádság nem arról szól, hogy te megpróbálsz eltalálni valami olyan módszert, amivel Isten akaratát megváltoztatod. Az imádság az találkozás Istennel személyes kapcsolat Istennel. Ő személyes kapcsolatra hív. Amikor Jézus bement a templomba, emlékeztek, és szétrugja a berendezést, akkor mondja, hogy, hogy ne tegyétek az imádság házát a kalmárkodás házába. Az imádságot ne tedd a kalmárkodás helyszínévé. Ha az imádság egy üzlet, akkor Isten azért nem hallgat meg, hogy megtanult, hogy nem az. Ha neked az imádság egy olyan módszer, amiben mágikus módon ki szeretnéd fejleszteni, hogy Isten úgy cselekedjen, ahogy te szeretnéd, akkor Isten igenis tanít azzal, hogy nagyon nem úgy történnek majd a dolgok. De továbbra is buzdít, hogy kérje, amit akarsz. És akkor el kell gondolkodni, hogy de mit akarsz? Mit akarok? Isten egy szeretett kapcsolatban akar lenni veled annyira, hogy ezért odaadta a saját fiát. Azért, hogy veled szeretett kapcsolatban legyen. Most ugye, hát a szeretett kapcsolatról gondolom a párkapcsolatjuk teszünk be, és ez nincs messze ettől, mert Isten maga is úgy ír, hogy ő, ő mint férj, egy szerelmes vőlegény vagy férj viszonyul hozzánk, mint mennyasszonyhoz vagy, vagy feleséghez. És ő, tehát a kapcsolat arról szól, hogy időt töltünk, hogy együtt vagyunk, hogy megismerjük egymást, hogy egymás közelében vagyunk, minőségi időt töltünk egymással. Most akkor képzeljétek el, ugye, hogy mondjuk én megyek, mint most egy kis képzavar, de én, mint mint a menyasszony, egy szerelmes menyasszony, megyek az én vőlegényemhez, Istenhez, és, és akkor beszélgetünk, hogy, ó, és, és ugye kapok nercbundát. ugye? Ez egy jó kapcsolat, ugye? És így néz, hogy várjál már, nem, vagy nem beszélgetünk. A lakás felét a nevemre írjuk, ugye? Te, te, te szeretsz, ugye? Írjuk már a nevemre, jó? Autó, tudod, kéne egy ilyen kisebb tudom, neked van egy nagy. De ugye veszel nekem egy kis autót, ugye? Ugye elintézed majd, hogy és akkor így, így áll a állam másik, hogy most várjál, vagy lassíts, jó? Mert arról van szó, hogy a kapcsolatunkban az benne van, a lakás, meg az autó, meg de, de ez egy kicsit furcsa. Ez így egy kicsit, így, így azért nehéz kapcsolódni, hogy nem rám figyelsz, hanem arra, hogy te mit akarsz. Tehát az első, az imádságban. Figyeljétek meg, hogy tanított Jézus imádkozni. Hogy mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ugye, már egy perce beszélek, és még csak azt mondtam, hogy te, te, te. Egyszerűen az alapállást kifordítja. Ez, ez nem arról szól, hogy a nerd bunda, meg a lakás, meg a vizsga, meg a nem tudom. Ez arról szól, hogy fordítva ülünk a lovon, és a gyermek, gyermeki mágikus gondolkodást átfordítja spirituálisba, abba, amikor ő van a középpontban. Abba, amikor, a, ahogy, ahogy valaki mondta, egy krónikus egoitizben szenvedünk, ego megnagyobbodásban, hogy Istent a vele való kapcsolattartást is a szerint mérjük és mérlegeljük, hogy milyen, hogy nekünk abból milyen hasznunk származik. Ez az egy szempontunk van. De ezzel a szemponttal nem megyünk, ezzel nem jutunk sehova. Ha ez valaki még módszereket is ad, hát az nagyon gáz. Mert vannak ilyenek, én is olvastam ilyen könyveket, hogy mikor hallgatja meg Isten az imát. Hogyha, és akkor, hogyha nem tudom, milyen hit, el, meg ha konkrétabban, ugye volt ilyen is, hogy, hogy, hogy azért nem kapod meg a 16 váltós bringát, mert Isten nem tudhatja, hogy miért kérsz. Majd ha megmondod, hogy, hogy francia legyen, meg piros, meg nem tudom, majd akkor, de tök komolyan van ilyen könyvem. Erre mondom, hogy mágia. Egyszerűen mágia. Az, hogy, hogy te, hogyha elég konkrétan irányítod Istent, akkor ő azt megadja. Nem erről szól az egész. Az ima meghallgatás, ugye ez szokott lenni, bizonyságtétel ima meghallgatásról. Mit jelent? Hogy elmondom, hogy jól jártam. Elmondom, hogy Isten úgy tett, ahogy mondtam neki. Ezt jelenti. Ezért én rendszeresen szoktam mondani testvéreknek, gyülekezeteknek, hogy vezessétek be a bizonytalanságtételt, mint intézmény. Tehát kiáll valaki, és nem arról beszél a bizonyságtételben, hogy jól járt, és hogy Isten úgy csinálta, ahogy mondtam neki. De milyen furcsa lenne, nem? Tehát bizonytalanságtétel ima meg nem hallgatásról. Ez lenne az igazi. Kéne egy ilyen külön rész. De valójában ez csak, ez csak fogalom, hogy, hogy ima meg nem hallgatás, mert a szentírás tele van olyan ima meghallgatással, amikor nem jött pozitív válasz. Vagy nem akkor, vagy nem úgy. Ugye Dániel nekiáll imádkozni bőjtől. Elterik három hét, cirka három hét, és semmi, sehol semmi. Pedig de. Isten meghallgatta, el is indította, és akkor így belátunk a kulcsukon, hogy ugye a szellemi valóságban valami történt, ami késleltette azt, hogy az a válasz megérkezzen. Vagy amikor pálapostól kérte az urat, mert több is adatott a testéből, amiről nem tudjuk mi volt az, de azt igen, hogy semmi jó. Valami nagy, nagy ö, volt neki, és mondta, ó Uram, te azt mondtad, hogy Jézus nevében kérhetlek. Hát akkor gyógyuljak meg ebből. Amen. Semmi. Uram, még egyszer mondanám, bizonyára nem jutott el hozzád, vagy ilyesmi, de én Jézus nevében kérem, hogy gyógyuljak meg. Amen. 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 Jó. Semmi. Háromszor kérte. És akkor Isten azt mondta, hogy ide figyelj, palkó. Nem pont így, de a lényeg ez volt. Nem veszem el tőled. Oké? Ott marad veled. Mert neked ez kell. Szerintem kell. Neked erre szükséged van, mert különben glória nőne a fejedre, és elrepülnél. És azt hinnéd, hogy te akkora Jani vagy, mert olyan különlegesen nagy látásokat, kijelentéseket adtam neked, hogy neked kell egy kis tőkesúly, ami a padlón tart. Úgyhogy én most téged intim közösségben tartalak a padlóval. És ez így jó lesz neked. Most lefordítottam Isten válaszát. Elég neked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És te most erőt kértél, de én ezt nem adok neked így. Gyógyulást kértél, de te most beteg maradsz. Volt ima meghallgatás? Persze, hogy volt. Csak a mi fogalmaink szerint volt ez egy ima meg nem hallgatás. Egy ilyen beszélgetés után Pálapostól bemenne a gyülekezetbe, eljönne ide, és mondhatnád, kedves testvérek, egy idején tudjátok jól, hogy nagyon szenvedtem, mert tövis adatott a testem, mert tudjátok, itt volt egy tövis, látjátok itt, és kértelek titeket, hogy, hogy imádkozzatok, és, és halleluja. Egy csomó ideig semmi nem történt, de, de ti is imádkoztatok, és én is, és, és, most is ott van. Köszönöm szépen, hálás vagyok Istennek, és nektek is. Van még valakinek, ugye, ima meghallgatom. De Pál ezt mondta, de nem én találom ki. Pál, Pál ezt mondja, hogy ez történt vele. És erről tesz bizonytalanságot, bizonyságot, csak a milyenkhez képest bizonytalanság, mert mi megsértődünk, hogy nem fölfelé esik az eső. Hát pedig mi mondtuk, hát mi kértük, ráadásul uram, ne haragudj, de ez a te bizniszed. Hát mi most nem, nem focizni jöttünk, hanem evangélizálni jöttünk. Hát annyit megtehetnél, hogy nem esik az eső, Útkor jöttem kocsival valahonnan Erdélyből haza, és nagy vihar volt, és akkor röhögtem, hogy a templomon is van villámhárító. Nem, ez több, tök abszurd. A templomra villámhárító. Hát jön az Isten nyila, és Isten nem tudja, melyik az ő háza. Nem már, Aki azt oda föltette, az hitetlen. A templomra nem, bármire lehet, de a templomra nem kéne, mert ez maga a hitetlenség. Ez mind, ez mind csak, a, ez mind csak a, a mágikus gondolkodás. Na most, ugye, tehát vezessük be a, a bizonytalanság tételt ima meg nem hallgatásról, de, de, közben tudjuk, hogy az ima akkor is meghallgattatik, mindig meghallgattatik, mert Isten megígérte azt. Hogy én meg, én meg engem érdekel, amit mondasz. És én arra figyelek. És nekem az fontos, lehet, hogy nem pont úgy lesz. Én fiam is kért már űrhajót karácsonyra. Nem kapott. Mondtam, hogy fiam, most karácsonykor se űrhajót, se hadron ütköztetőt nem tudok neked venni, de, de megjegyeztem, hogy ez őt érdekli. Hogy az űrhajót érdekli. Biztos megörököltem, mert engem is nagyon érdekel. És, és ami a lényeg, hogy, hogy, a kapcsolatunkban ott van az, amit ő kér, de az nem biztos, hogy mindent pont úgy meg is kap. De ez nem azt jelenti, hogy engem nem érdekel, amit mond. Térjünk rá arra, hogy mi történik akkor valójában az imádságban. Hogyha nem az, hogy Istent irányítom. Fordítva történik. Ugye először átfordít az egoitizből, átfordít oda, hogy ő rá figyelje. Amíg ez nincs meg, addig csak magamnak akarom az űrhajót, meg a piros ferrari meg a nem tudom mit, Ugye, ami, amit most nekem jó lenne hirtelen. És csodálkozom, hogy Isten nem adja meg. Pedig nagyon fontos, hogy, hogy először át kell fordulni a tekintetünknek űrá. Hogy szenteltessék meg a te neved, hogy jöjjön el a te országod, hogy legyen meg a te akaratod amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor, akkor, egy csomó minden történik. Akkor történnek a konkrét változások. A 2. II. Korintus 3-ban olvasunk erről, hogy miközben fedetlen arca, mint egy tükörben szemléljük, átváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, vagy, valaki úgy fordította, hogy jellemről jellemre átváltozunk. Az ember változása ott történik meg. Nézzétek meg, hogy hogy Isten igéjében, aki Isten jelenlétében van, az, az egyszerűen, ott, ott fantasztikus, csodálatos dolgok történnek. Mózes arca sugárzóvá vált, úgyhogy nem is tudott róla. És... És Isten dicsősége úgy beleívódott az arcába, hogy így kiment, és az emberek nézték, hú, és még meg is ijedtek tőle. Aztán ezé kiel beszél arról, hogy Isten beszél hozzá, ő a földre esik, és miközben beszélt, lélek jött belém, erő árad belém. Amikor imádkozol, akkor Isten föltölt téged erővel. Amikor imádkozol, akkor megváltozol. Ott változol igazán amikor te meg ő együtt vagytok. Nézzétek meg Jézusnak a szolgálatát. Folyamatosan négy szem közt volt Istennel. Mindig tett valamit, meggyógyította Péter anyósát, meg a nem tudom én, ugye, az Péter meg is tagadta őt utána. Ez túllőtt a célon. De hogy mindig ment a csodák, tanított, és visszavonult. És visszavonult, és egyedül volt. És csak ő, és fölment a hegyre, és elbújt az emberektől. Elment csak ő és Isten. És ebben a, ebben a magányban született meg az, az az erő, az az isteni erő, ami kiárat belőle. És az a vezetés, hogy mit kell tennie. Mert Isten, vagy Jézus azt mondta, hogy én semmit magamtól nem teszek. Amit nem az atya mond. Az egész szolgálata pedig, ő egy istenember, az egész szolgálata az Istennel való személyes kapcsolatban volt benne. Aminek nem az volt a lényeg, hogy ezt ad meg Uram, azt add meg Atyám, hanem hogy, hogy még ha valamihez nincs is kedvem, vagy valamire azt mondom, hogy, hogy hát azt a hátam közepére, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal a te akaratod legyen meg. Épp fordítva van az imádságban, az én akaratom hajlik oda Istenéhez. Nem az övét hajlítgatom a magaméhoz, az nem a Mikulás meg, a, meg az aranyhal, hanem az én akaratom hajlik az övéhez. És amikor az enyém hajlik az övéhez, akkor egy csodálatos dolog történik. Mert fokozatosan értem meg, hogy miért mondja, hogy amit Jézus nevében kérsz, az meg lesz. Az meg fog történni. Csak először ki kell húzni a, a, az egómból az egész gondolkodásmódomat. Éppen ma reggel. Olvastam azt, ami, amivel kezdtem is, hogy Salamon. Hogy ott van, Salamon, nézzétek meg, egy fiatal srác, és azt mondja neki Isten, hogy, hogy kérj, amit akarsz. Megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak azon az éjjel álmában, és azt mondta Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. És Salamon mondta, kérek 80 ezer ökröt, hosszú életet, hogy fűbe harapjon az összes ellenségem. Ilyesmi. Nem ezt kérte. Figyeljétek, mit mond. Te, a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen amik ő is járt előtted híven, igazán és hozzá egyenes szívvel is. Megtartottad neki ezt a nagy irgalmasságot. Hogy neki fiatattál, aki az ő királyi székében ül, amit a mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, tetetted ezt a te szolgádat, tetetted, a te szolgádat királyjá, Dávid az én atyám helyett, az az engem. Én pedig még kicsi vagyok. Kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgádat a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy ez a nép. Egy agy azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja a te nagy népedet. Itt egy fiú, egy tinédzser, egy fiatal, akinek van akkora rálátása, hogy a tét az nem az, hogy én most boldog leszek a következő nem tudom hány évtizedben, meg gazdag, meg menő, meg király, hanem az a kérdés, hogy benne tudok-e maradni a te tervedben, és ezért kérlek, hogy adj nekem bölcsességet. És megadta. És Isten azt mondta, hogy ez nekem tetszik, hogy te ezt kérted. Nekem nagyon tetszik, hogy ezt kérted. Mert Isten meghallgatta volna azt is, ha Salamon űrhajót kér. Meghallgatta volna minden, de nem, nem biztos, hogy bármit megadott volna, de azt mondta, ide figyelj, te nagyon jó dolgot kértél, nekem nagyon tetszik, hogy te ezt kérted, és én ezért még megadom neked a többit is ráadásul. Ezt mondta Jézus is, hogy keressétek először Isten országát, helyezkedjetek bele az ő akaratába, mondjátok ki először hogy háromszor, hogy te, és csak aztán, hogy én, de még azt is úgy, hogy mi. És Isten megadta neki, amit kért. Milyen csodálatos ez. Figyeljetek, Istennek tetszik, ha vele igazi kapcsolatban vagy. Hogyha megkérdezem is, vagy. Van nekem is egy ilyen Isten képem, hogy ő, ő, ő kérdi, hogy kérj, amit akarsz, és akkor ó, Uram, te oly nagy vagy és bölcs, én, mint egy porszem, te tudod, mi jó nekem, én nem kérek semmit. Tehát gyerekem ezt mondanák nekem karácsony előtt. Tehát milyen kis koravén beteg lélek lenne, nem? Ó, édesapám, azt a nagy bölcsességedből választ ki az játékot, amely engem épít. Hát azt se tudnám, hogy hova fussak. Ez borzasztó. Mondd, hogy űrhajó. Már nem kapsz űrhajót, de lehet, hogy kapsz egy gitárt. És együtt megnézünk egy űrhajós filmet, na? Mert kapcsolatban vagyunk. Istennek tetszik ez, hogy Ábrahám, hogy azt mondja Ábrahámnak, most megyek és elpusztítom Sodomát és Gomorát, mert elegem van belőle. És akkor Ábrahám azt mondja, ne haragudj, de, de, de ne csináld. De, mi lenne, figyelj, alkudjunk, és elkezd alkudni, mint egy piaci kofa. Istennel. És Istennek ez tetszik. Tetszik neki. Emlékeztek Mózesre? Mózes. Van egy ilyen zsidó mondás, hogy amikor, amikor Mózes gerjed haragra, Isten csitította le. Amikor Isten gerjed haragra, Mózes csitította le. Izraelennek köszönheti a létét. Ugye Isten azt mondja ott a törvényadáskor, hogy elegem van ebből a kemény nyakú és engedetlen népből, és eltörlöm, de téged nagy néppé teszlek. Azért ez nagy karrier lehetőség volt Mózes-től. Mostantól nem Ábrám Izsák, Jákó, hanem Mózes. Mózes, Istene. Innen indul minden, ugye? Nyomunk egy nagy reszetet. De Mózes azt mondja, hogy ne, uram, ne, Léci, nyuki, mit mondanak az egyiptomiak, ne csinált! Figyelj, ők is tudják meg. Tökégő. Ez ne, de kb. Kb. ezt mondja. És Istennek ez tetszik hogy a saját szavára emlékezteti Mózes Istent. Olyan, mintha Isten lenne bepöccenve, és Mózes lenne épp normális. De Istennek ez tetszik. Nem egy ilyen koravén izé, hogy igen, uram, igen, így lesz, persze. Tehát nem, hanem, hanem hogy belemegy. Neki tetszik, hogy Jákob verekszik vele. Jákob egész éjjel bunyózik. Jó, nem tudja, hogy az Isten. De egyszer csak rájön, és akkor nem azt mondja, hogy jaj, ne haragudj, irgalmaz nekem, ugye? Hát legtöbben még, hogy színről színre láttam, akkor is azt mondja, hogy most, most, fogok meghalni. Én meg így gyomroztam egész éjszaka. Az Istent! És nem azt mondja, hogy ú, Istenem, végem van, hanem, hogy oké, okay, akkor most nem mész sehova, amíg meg nem áldasz engem. És Isten megáldja, és új nevet ad neki, és neki ez tetszik, mert ő egy kapcsolatot akar veled is. Mond, te neked mik a vágyaid? Mondd el neki. Lehet jó Lehet hülyeség. Neked nem kell mást mondani, mint ami van. Csak értsd meg, hogy nem az az ima meghallgatás, hogy pont úgy történik majd. Az is ima meghallgatás, hogy nem úgy történik, de kicsit jobban megismered őt, ő meg kicsit jobban megismer téged, meg a vágyaidat. És ilyen volt, ilyen volt ez a Salamon fiú, hogy, hogy a szíve odahajlott, hogy nekem, Istenem, nekem az fontos, ami neked, de ezt, ezt, nem egy ilyen koravén izé mondta, hanem egy fiú, aki, akinek a vállát nyomta a felelősség, hogy király leszek, egy ilyen király után, mint Dávid. Fantasztikus, csak kicsi vagyok hozzá. Ugye nem sokára majd Salamonnak a fia Roboám, ennek az ellenkezője. Hogy ott a pöffeszkedik, meg hú, ott az apámhoz képest én mekkora király vagyok. Meg én. Aztán olyan is lesz. De azt gondolom, hogy így Összefoglalva azt, amiről szó volt, nagyon is komolyan gondolja Isten, hogy kérj. Nagyon komolyan gondolja, hogy kérj, amit akarsz. És nagyon komolyan gondolja, hogy ő figyel és meghallgat. Mindig meghallgat. A, a, az értéke az imádságodnak nem abban van, hogy úgy lesz-e, lesz-e űrhajó, hanem hogy jobban megismeritek egymást, Isten, meg te. Nyugodtan tegyél bizonytalanságot másoknak. Hogy én ezt kértem, de nem így alakult, valamiért. Úgy látszik Istennek más a terve, de nem baj, ez tök jó. Mert egy kicsit többet megtanultam most róla, meg magamról, meg a vágyaimról. És mész előre, mész előre ezen az úton, és összehangolódik, összecsiszolódik a te akaratod az övével. És egyre, egyre inkább vagy vele életközösségben. A keresztény élet az azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal élsz. Hogy Isten lelke benned él, és ti együtt mentek. Nekem a kedvencem, amikor hajnalban együtt lehetek vele. Az mindig olyan, mint egy randi, akkor még nincs ott senki. Kint sötét van, nyárom már nincs, de most megint sötét van kint, és, és nincs senki, meg semmi, csak ő, meg én. És minden, ami fontos, minden, ami, ami igazán értékes az életemben, az innen származik. Amikor ő meg én együtt vagyunk. Aztán persze egy csomószor van, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy én akarom, de ő formál, és mindig úgy jó, ahogy ő akarja. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és kívánom nektek, hogy hogy az, hogy pedig én imádkoztam ezért, ez legyen egy teljesen természetes dolog az életetekben, hogy néha úgy történik, néha nem, és egyre inkább hangulódjatok össze Istennek az akaratával. Amen.